Az ember legjobb barátja, határozzuk meg, kissé könnyelműen viszonyunkat a kutyákhoz. Egy kiállításon persze természetesen fontos a küllem, a belbecs nem kevésbé, és persze ott vannak az állategészségügyi szabályozók is. S ha ez nem elég, még ott vagyunk mi, emberek. Egy ilyen kutyakiállítás az a küllemről szól, tehát ezt megelőzi azért komoly kozmetikai tevékenység, meg természetesen azért ez egy hosszabb folyamat, aminek tulajdonképpen itt van az eredménye prezentálva. Úgyhogy van, aki kölyökkorba, van, aki már felnőttebbet hozott, attól függ, különböző mennyiségű munka lehet benne. Mit tud a gyermekem megsebezni először? A bemutatók alapvetései, hogy bizony ne csak a házi kedvenc, de a gazda is megtanulja a miértekre a válaszokat. Az előbbieknek ez kutya kötelessége, a gazdának pedig mindenek előtt emberi kötelesség, hogy kiérdemeljék a bizalmat. Aki már hajlandóságot mutat arra, hogy eljön az iskolába és részt vesz ugye a kurzusainkon, nagyon hamar egy-két alkalom után észreveszik, hogy bármire megtaníthatjuk a kutyákat és a gazdikat. Inkább azt mondanám, hogy a kívülállóknak, akik még nem kellően tájékozottak, be tudjuk mutatni, hogy teljesen kezdő kutyák is milyen hamar, milyen komoly eredményeket képesek produkálni, és hogy milyen komoly szintre lehet ezekkel a kutyákkal eljutni. A népszerűség teremtésen túl az is fontos, miként bánunk társainkkal, hiszen korán sem mindegy, kutyául vagy emberként kezeljük őket.